Jó estét kívánok ismét! Ahogyan ígértem, néhány perccel ezelőtt már itt is van a következő interjú alanyom, Gelencsér Tíme, a műsorvezető tartalomgyártó. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, köszöntelek én is, köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Többször jártál már itt a Fradi pályán, és neked is az életednek nagyon fontos eleme a sport, és ha jól tudom, akkor egy következő projektedben, egy következő műsorban is fontos eleme lesz a sport. Hol láthatunk majd legközelebb? Fú, november 10-én kezdődik a Hellboxing Kings az RTL-en, amit Árpa Attilával fogunk együtt vezetni. Aki ismeri a Starboxot, az nagyjából el tudja képzelni, hogy milyen lesz ez a műsor. A Starboxnak a nemzetközi verziója, tehát, hogy ott nem csak magyar celebek fognak egymással küzdeni, ők is, de még külföldről jönnek profik, tehát, hogy Európában 10 országból érkeznek hozzánk profi ökölvívók, és természetesen celebek is. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy horvát fodrász, aki celeb, az akár mondjuk Istenes Bencével is összecsaphat, tehát hogy izgalmas lesz, mert mindenki ugye a saját országának a versenyzőjének szurkol, de közben pedig kőkemény boxmeccseket is láthatunk majd, hiszen a többi kategóriában pedig profik csapnak majd össze. A te életedben is fontos szerepet tölt be a sport, hiszen te magad is sportoltál. Honnan ered a szeretete a mozgásnak? Egészen kicsi korom óta teljesen hiperaktív voltam, és szüleink beirattak minket zongorázni, és egyszerűen nem tudtam végigülni egy zongora órát. Tehát állandóan mehetnéken volt, suliban is imádtam a tesi órát, tehát hogy tényleg mindenem volt a mozgás, és egy idő után beleadták a szüleink is, hogy mi hárman vagyunk egyébként. Nem biztos, hogy a zongora lesz a te utad. Igen, egyébként valamennyit nyugtatott rajtam, de annyit nem tudott, hogy tényleg 60 percet egy helyben tudjak ülni, és akkor elkezdtünk sportolni, és ott megtaláltam önmagamat. Először jazz baletteztem, meg ilyen mindenféle csajos dolgot kipróbáltam, és körülbelül ilyen 10 éves koromban találtam rá a Fit Kidre, ami egyébként már későn, tehát hogy szerintem 10 évesen elkezdeni egy versenysportot eléggé késő, de még éppen időben voltam, hogy felzárkózzak a többiekhez. A Fit Kidet, ha valaki nem ismeri, akkor úgy kell elképzelni, mint egy talajtorna. Tehát ilyen akrobatikus elemek vannak a másfél perces gyakorlatban, gimnasztikus ugrások, aerobik elemek, tánc összekötők, tehát nagyjából így kell elképzelni. Tehát mi is ugrunk szaltót, meg spárga, meg nem tudom, csuka, meg ilyenek vannak a gyakorlatunkban, de mégsem olyan nagyon kemény, mint mondjuk a talajtorna, vagy a gerenda, vagy ezek. Úgyhogy ezt üztem 10 éven keresztül versenyszerűen. Európa-bajnokságra jutottam, ott második helyen végeztem, illetve akrobatikus showtánc világbajnokságon lettem 3. helyezett, országos bajnokságon pedig 1. helyezett lettem. És akkor így én imádtam ezt a sportot, ugyan nem volt olimpiai sportág, amit egy kicsit sajnálok, mert hogy sosem vették annyira komolyan, pluszpontot sem kaptam felvételinél, viszont én imádtam. Tehát annyira csajos sport, a saját testemmel dolgoztam, szép ruhám volt, kiválaszthattam a zenét, és még a mai napig tudok kézenállásban járkálni, ami szerintem egy tök nagy előny néha a házi bulikban. Tehát akkor ezt még rendszeresen szoktad gyakorolni? Most már azért így 30 évesen félek valamilyen szinten. Sajnos egy sérüléssel hagytam abba, a bokaszalag szakadásom lett, és azért ott egy fekvőgipsz, járógipsz, gyógytorna, sorolhatnám, azért ez egy hosszabb folyamat volt. Még visszatértem versenyezni, mert ugye azt mondják, hogy mint egy autóbaleset után is vissza kell térni. Még visszamentem, egyébként nagyjából jó gyakorlatot is tudtam előadni, viszont utána már azért féltem, tehát amikor nekifutsz egy rundelszaltónak, akkor így kétszer meggondolod, hogy jó, ha esetleg rosszul érkezem, jó, nem ezen gondolkozom előtte, de benne van a pakliba, hogyha rosszul érkezem, akkor megint fekvőgipsz, járógipsz, nem tudok magas sarkú, nem tudok autót vezetni, és azért most már a munkám ezt sajnos nem engedi meg, hogy ne vegyek fel magas sarkút, úgyhogy még visszatérek, de csak ilyen kéz nélküli cigánykerék, vagy forwards, vagy nem tudom, ilyesmiket csinálok, ilyen nagy rundel szuplékat már nem ugrom. Igen, azt te is említetted, hogy egy kicsit más felé sodort aztán az élet. Mégis mit adott neked a sport? Fú, a mai napig sportolóként tekintek magamra, mert igazából, hogyha előttem van egy helyzet, akkor azt úgy fogom fel, mint egy sportoló. Tehát, hogy nincs olyan, hogy nem csinálom meg. Ha nagyon sok munkával jár, akkor az lesz az én felelősségem, hogy végigcsináljam ezt a sok munkát. A saját sportomban sem a tehetségesek közé tartoztam, hanem inkább a szorgalmasak közé. És ott én megtanultam, hogy oké, lehet, hogy a másik egy pillanat alatt megtanul az akrobatikus elemet, viszont én is megtanulom, egy kicsit több munka lesz, de én is meg fogom tudni csinálni, és igazából az egész életem erről szól, hogy nekem mindig egy kicsit többet kellett küzdenem a dolgokért, amit egyébként nem bánok, mert tényleg a kitartásommal tudok eljutni oda, hova szeretnék.
Úgyhogy én ezt tanultam, hogy ugye sosem szabad feladni, meg hogy a munka mindig kifizetődik. Előbb vagy utóbb megkapjuk érte a jutalmat, csak kitartóan kell csinálni. Manapság milyen mozgásformát szoktál űzni, és mi az, amit ugye a hétköznapjaidba is be tudsz illeszteni? Egyértelműen a futás, nálam most az első számú, amit egyáltalán nem szerettem korábban. Nyilván egy olyan sportba jövök, ahol nagyon intenzíven edzek, tényleg van benne sikerélmény, mert ha megugrok egy elemet, akkor az jó érzés, ha megtanulok egy új ugrást, az is egyszerűen motivál, és akkor abba hagytam ezt a sportot, és elkezdtem futni, a tesón vett rá egyébként, és a kiskutyámmal futottam mindig a Licsivel, és akkor így volt egy ilyen varázs, eleinte nem tetszett, mert hogy csak futok, monoton, unalmas, stb. Aztán már azért mentem, mert hogy lefárasztam a kutyámat, kis Licsikén border collie volt, úgyhogy őt le kellett fárasztani rendesen, és akkor így megszoktam, mert egyszerűen az az érzés, amit kapok utána, hogy lefutok egy ilyen 7-10 kilométert reggel, hazamegyek, letusolok, eszek egy reggelit, és egyszerűen azt érzem, hogy így enyém a világ. Tehát, hogy már sikeresen indult a napom, már van egy pipa reggel 10-kor a napomban, mert hogy megcsináltam, és nagyon nehéz volt kikelni az ágyból, nagyon nehéz volt rávenni magam, de felkeltem és megcsináltam, és ez egy sikerélmény, és innentől a napom is sokkal sikeresebb lesz, úgyhogy mindenképpen a futást mondanám, meg egyébként saját testsúlyos edzéseket végzek, még ilyen csoportos edzésekkel járok az oxigénbe, de ugye a futást annyira megszerettem, hogy most már nem csak magamért futok, hanem jótékony futó nagykövet is vagyok a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatnál. Ezt hogy kell elképzelni, ezt a jótékony futó szerepet? Bárki csatlakozhat. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Igazából, aki szeret futni, és ki jár tömegsportrendezvényekre, most lesz egyébként a Spár Maraton nem olyan sokára, mindig kitelepül a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat, és egyébként nagyon sok stand van, tehát hogy a Suhany Alapítványnak is van egy sátra, nagyon sok helyen lehet egyébként segíteni, ki hol szeretne. És minden szezonban gyűjtünk egy eszközre, most például egy videolaringoszkóp készülékre gyűjtünk, ami a légútbiztosítást segíti. És már több mentőegységben van Budapesten, viszont a vidéki mentőegységekben még nincsen ilyen készülék, ez nem csak csecsemőknek segít, hanem felnőtteknek is. Tehát ez egy olyan eszköz, ami nagyon sok embernek az életét megmentheti adott pillanatban. Úgyhogy erre gyűjtünk, és akkor mi lefutjuk a távunkat a Vizerfélmaratonon, a Spármaratonon, vagy bármilyen tömegsport rendezvényen, és a követőket, meg az embereket pedig arra kérjük, hogy ők viszont pénzzel támogassák azt, amit mi úgymond sporttal teszünk, és akkor ők támogatnak minket, hogy mi fussuk le azt az adott kilométert, mi pedig elmondjuk, hogy nagyon szépen köszönjük, mert ez a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatnak megy, és annyira jól látni minden szezon után, amikor összegyűlik a pénz egy inkubátorra, egy mentőautó lematricázásra, egy bármire, hogy így megvalósul, és annyira jó érzés, hogy nem csak magamért futok, mert hát nyilván jó az egészségemnek, hanem ezzel segítünk is, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. Azt említetted, hogy nagyon szeret sportolni, és ez alapján ez világosá vált számunkra. Mennyire van időt követni mondjuk különböző sportágakat, akár labdarúgást, kézilabdát, vízilabdát? Résen vagyok. Tavaly ősszel egy sportematikus talkshow-nak voltam a házi asszonya, és ott minden sporttal foglalkoztunk, tehát minden sport aktualitással. És akkor nagyon-nagyon követnem kellett, mert egyszerűen mindenről tudni kellett, hogy melyik sportoló, melyik sportágban, hogy áll a felkészülése. Ugye akkor készültek az olimpiára, meg ugye idén tavasszal, mert 2 évad volt ebből a műsorból. És akkor nagyon-nagyon képben voltam, de tényleg sporttal keltem, sporttal feküdtem. Egyébként ez megmaradt, mert érdekel, meg nagyon szurkoltam az olimpián minden magyarnak. Egyszerűen imádom azt az érzést, amikor egy ország összefog és szurkol valakinek, aki éppen ott fut, nem tudom, triatlonon. Ez engem nagyon-nagyon tölt. És hát a focit is valamennyire követem. Nem mondom, hogy minden nap nézem, hogy mik az események, de például a Fradit azért követem. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásunkat, és jó szurkolást kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.